Tisztelettel köszöntjük a Gósztor Europe LTD üzleti bemutatóján. Biztosan tudjuk, hogy a Gósztor Magyarország indítása kevés kockázatot, ugyanakkor rendkívüli előnyöket hordoz az ön számára. Célunk a magyar kereskedelem összefogása és a vásárló réteg ezen keresztüli anyagi előnyökhöz juttatása. Mivel minden üzlet a pénzről szól, a mi sem lehet más, mint az, hogy keressen velünk pénzt. Egy üzlet sikere nem a szerencse vagy a véletlen műve. A világ folyamatos változásának köszönhetően az emberek igényének kiszolgálása újabb és újabb üzleti trendeket generál. A siker egy tudatos folyamat eredménye, amelynek során emberi igényekre és növekvő, erősödő gazdasági folyamatokra építünk. Mindemellett egy üzlet, Soha nem a biztonságról, hanem az esélyekről szól. Ha több aktuálisan futó trendet összetudunk kapcsolni, az üzlet sikerének esélye lényegesen megnő. A Ghostor négy aktuális trendet kapcsol össze egy üzleti projektben. Az első, mindannyiunk által érezhető trend a kereskedelem és a vásárlói szokások változása területén zajlik. A 80-as évek végétől kezdődően a kisboltok mellett megjelentek a szupermarketek, és később a plázák, fórumok, árkádáruházak, amik az előző szegmensektől komoly forgalmat vontak el. A titkuk egyszerű. Minden van. Amíg egy kisbolt jellemzően egy kirakattal és egy termékkörrel rendelkezik, egy pláza két-háromszáz boltot is képes felvonultatni egy áruházon belül. Mindemellett egy nagy közösségi játszótér is, ahol a vásárláson kívül lehet tárgyalni, mozízni, kávézni, reggelizni, ebédelni, de sok esetben ingyen parkolni is. A fejlődés azonban nem ért véget. Az internet terjedésével a vásárlók nagy része a bevásárlókocsit számítógépes egérre cserélte. Az üzleti világ az internetre költözött akinek nincs internetes megjelenése, jelenleg is egyre nagyobb bajban van. Itt nincsenek a plázákhoz hasonló működtetési költségek, például épület megtérülésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek, ezért a végfelhasználó a vásárló számára lényegesen kedvező bárat tudnak ajánlani. Ezen felül a plázák több száz kirakatát megelőzve, itt a világ összes kirakata látható, és összehasonlíthatóak az adott termékek minőségei és árai. A vásárlás verhetetlen áron egy karos székből lebonyolítható. Az okostelefonok megjelenésével újabb technikai lehetőség nyílt meg a kereskedelem területén. Az eddig háttérbe szoruló kisboltok és szolgáltatók egy ingyenes, hatékony fegyverhez jutottak a reklámozás területén rendszerünk használatával alkalmuk nyílik arra, hogy a környezetükben az összes okos telefonra ingyenesen elküldjék akcióikat. Akár az egész városnak megmutatva ajánlatát egy olyan eszközön, a mobiltelefonon keresztül, ami állandóan a vásárló zsebében lapul. Ezen felül online oldalunkon is megjelenik teljes termékskálája, szintén díjmentesen. Jelszó a forgalom. Célunk versenyképessé tenni a magyar kereskedők és szolgáltatók ajánlatát, és közöttük egy gazdasági szövetséget építeni, miközben profitálnak egymás sikeréből. A következő kereskedelmi trend a mobil kereskedelem, ahol az áru találja meg a vevőt. Így módon a gosztor minden kereskedője részt vehet az új trendben. Nyilvánvalóan minél szélesebb körben tudja valaki megmutatni ajánlatát, annál több vásárlója lesz. Az alábbi dián jól látható a fogyasztók elérésének lehetséges csatornái körül kialakult trend. Míg 50 millió ember eléréséhez egy rádiónak 38 évre, vagy egy televíziónak 13 évre volt szüksége, az internetnek 4 év is elegendő volt mindehez. Érdekes és tanulságos dolog, hogy az internet használata sok esetben bonyolult volt és tanulni kellett. Mindemellett a gépára is komoly összegbe került. Terjedésének azonban még ez sem szabott határt. Meg volt az igény. A következő állomás a közösségi média. A Facebook, a SiteTalk, LinkedIn, IV, Twitter, ami messze hatékonyabbnak bizonyult az elődeinél. Évi 200 millió felhasználót produkál, és a rajta futó reklámokból igen szép bevételt termelt tulajdonosainak. Így lett a világ legfiatalabb milliárdosa, Mark Zuckerberg a Facebook alapítója. Érdekes mód senkit nem hívott fel Los Angelesi lakásából, hogy bemutassa a Facebookot, mégis mindenki megtanulta és használja. Jelenleg közel két milliárd felhasználója van. A titok nyitja az igény, és az, hogy ingyen van. Azonban az igazi technológiai bomba csak most robbant az okostelefonok és táblagépek megjelenésével. Ezekre az eszközökre lett kifejlesztve az úgynevezett applikáció. Ma már évi több milliárd applikációt töltenek le. Kereskedői szemmel nézve egy kérdés van: ki tud ebből az óriási embertömegből, vásárlót generálni. A harmadik aktuális trend a telefonok fejlődésével kapcsolatosan figyelhető meg. A megszokott vonalas telefonokat egyre többen cserélték le mobil-marok telefonokra, aminek legújabb változata az okostelefon. Az okostelefon egy mini számítógép és sok esetben státuszszimbólum is. Ma már nemigen lehet találni olyan embert, akinek nelapulna a zsebében telefon. Az eladott telefonok 90%-a okos telefon, ami mindig nálunk van. Otthon maradhat bármi, a telefon biztos jelen van a mindennapjainkban. Átlagosan 2000-nél többször érintjük meg naponta. Minden telefon képes a QR kód olvasására, ami üzletünk számára fontos tényező a későbbiekben egy eszköz, ami mindig nálunk van, és amire a gósztor kereskedői ingyenesen tudnak ajánlatot küldeni. Gondolja csak meg, hányszor volt az ön kezében ma a reklámújság, és hányszor a mobiltelefon. A negyedik trend a fizetési adathordozók terén tapasztalható. A jelenleg is használt vonalkódoknak és a továbbfejlesztett kétdimenziós változata a QR kód. ABCD betűk és az 1-2-3-4 számok kombinációjával dolgozik, és bonyolultságánál fogva nem lehet meghekkelni. Rengeteg adatot képes kezelni, és bármennyi QR kód generálható. A fizetés területén is alkalmas eszköz lehet. A fizetési adathordozók területén is komoly változások történtek. Az árcédulák helyett a termékeken ma már egy vonalkódot találunk, ami az áron kívül sok más információt is hordoz. Árváltozás esetén nem kell minden terméket újra címkézni, egyszerűen a vonalkódhoz új tartalmat kell rendelni. Jellemzően ezt használják ma a kereskedelemben. Hátránya, hogy csak közelről olvasható le, és ha sérült a kód, akkor nem használható egyre nagyobb teret hódít a japánok által kifejlesztett kétdimenziós vonalkód, az úgynevezett QR kód. mögé a kód mögé lényegesen több információ rendelhető, mint egy vonalkód mögé, ugyanakkor rendkívül rugalmas. Távolról, ferdeszögben vagy sérült állapotban is beolvassa a telefonokban található QR kód olvasó Míg a számítógép a nulla és az egy kombinációjával dolgozik, a QR kód ABCD és az 1, 2, 3, 4 karakterekkel, aminek köszönhetően rendkívül sok variációt lehet kialakítani. Ennek köszönhetően korlátok nélküli számban lehet QR kódot generálni, meghekkelhetetlen és esetünkben fizetőeszközként is jól használható. A Góztor vásárlói ingyenesen mindenféle költség és kötöttség nélkül egy olyan kártya birtokába jutnak, ami számukra minden hónapban pénzt termel. Pinkóddal védett, biztonságos fizetőeszköz, ami folyamatos bevételt generál. Tovább ajánlva még több értéket teremt tulajdonosának. Nem használni többe kerül, mint használni. Vásárlóinktól nem kérjük, hogy szokásait megváltoztassa. Teendőjük pusztán az, hogy ha már rendelkeznek góztor QR kóddal, azt vásárlásaik során mutassák be a kereskedőnél vagy szolgáltatónál. A kereskedelmi és szolgáltatói partnereink minden esetben fizetni fognak azért, amiért náluk költötte a vásárló a pénzét. Az ilyen formában összegyűjtött értéket a későbbiekben a vásárló bármelyik partnerünknél levásárolhatja. Ezzel üzleti partnereinknek minden esetben forgalmat generál. Keressen pénzt vásárlásaival, hiszen ingyenesen egy olyan eszköz birtokosává válik, amit nem használni, többe kerül, mint használni. És ha ön, mint vásárló elégedett, adja tovább QR kódját egy egyszerű formában, Segítsen ezzel barátainak, ismerősének abban, hogy ő is levásárolható értékhez jusson. Hálából a gósztor minden ön által meghívott vásárló visszatérítésének 5%-át az ön QR kódján is jóváírja. Egy új vásárló megszerzése egy perc. Vásárló vásárlót generál. És minden vásárló keresi azokat a kereskedőket vagy szolgáltatókat, akik fizetnek neki a vásárlás után, vagy termékre váltják a már összegyűjtött értékét. A góztor küldetése a magyar kereskedelem segítése, ezért egy olyan önkéntes magyar kereskedelmi és szolgáltatói szövetség építését tűztük ki célul, ami egy platformon jeleníti meg az összes magyar kereskedőt és szolgáltatót. Ennek eredményeképpen Egyensúlyt és esélyegyenlőséget teremtünk a multiáruházakkal szemben. Mindemellett a legmodernebb eladási csatornák ingyenes használatát is biztosítjuk szövetségünk tagjai számára. A kereskedelmi és szolgáltatói közösségünk tagjai zárt hálózatként működnek, akár egy Tesco áruházlánc. Tagjai a magyar kereskedők és szolgáltatók. Minden tagja érdekeltségi alapon vásárlóit a közösség más vállalkozóihoz irányítja, ahol azokat törzsvásárlóként fogadják, és az ezzel járó visszatérítésekben részesítik. A hozzánk csatlakozók az alábbi előnyökben részesülnek. Egy erős gazdasági összefogás részesévé válnak. Tagjai egymás kereskedelmét támogatják. Vásárlóikat és ügyfeleiket egymáshoz irányítják, ezzel azok részére forgalmat generálnak, az ügyfél részére pedig anyagi előnyt biztosítanak. Ilyen módon minden kereskedőnk és szolgáltatónk megkapja más kereskedők vásárlói rétegét, azaz profitálnak egymás sikeréből. Képzeljük el azt a fodrászt, aki vendégét megajándékozza egy ingyenes gósztor kártyával. A vendég elfogadja a kártyát, vagy okostelefonja lévén letölti az applikációt. Ez számára ingyen van, ugyanakkor a fodrász azonnal egy általa meghatározott visszatérítést tud részére adni. Ennek során a vendége megtapasztalhatta, hogyan működik a rendszer, ugyanakkor valós, Azonnal költhető érték birtokába jut. Csak másolnia kell a folyamatot mindenhol, ahol terminált talál. Mivel a QR-kód továbbajánlása a vásárló számára értéket teremt, ezért környezetének is továbbajánlja. A szövetség többi kereskedője és szolgáltatója szintén kiosztja a vásárlói rétegének ezt az ingyenes kártyát. Ezzel kialakul egy óriási vásárlói közösség, ami mind a Góztor által kedvezményt nyújtó egységeket keresi, hiszen csak itt fizetnek a vásárlásaiért, és csak ott tudja felhasználni a QR kódja mögötti felgyűlt értéket. Amikor a mi fodrászunk vendége megtankolja az autóját, pénz visszatérítésben részesül, ugyanakkor a fodrász is jutalékot kap. A benzinkút azt érzékeli, a fodrász küldte hozzá a vásárlót. A fodrász eddig a vendége után, amikor az kilépett az ajtón, semmiféle további jövedelemre nem tett szert. Most azonban, mivel az viszi magával a kártyát, a fodrász pénzt keresett a benzinkút forgalmából, anélkül, hogy egy fillért is beruházott volna abba. Eközben a vendége haszonhoz a benzinkút forgalomhoz jutott. Minden kereskedelmi és szolgáltató partnerünk egy QR kódot kap, ami 5000 alkalommal továbbosztható. Ez azt jelenti, hogy egy adott kereskedő 5000 olyan vásárlóra tesz szert, aki bárhol költ a rendszerem belül, a kereskedőnk számára jövedelmet produkál. Továbbá ingyenes megjelenést biztosítunk weblapunkon, ahol a vásárlók a kereskedő teljes árukészletét és akcióit is láthatják. A vásárlók kategória és város szerint is rá tudnak keresni az adott boltra. Ugyanez közvetlenül a mobiltelefonról is elérhető. Lehetőséget biztosítunk minden kereskedőnknek arra, hogy környezetének mobiltelefonjára, akinek applikációnk már le van töltve, ingyenesen értesítést küldjön az aktuális ajánlatáról a Ghostor rádió reklámmal és bónusz jóváírással is segíti a forgalom növekedését, valamint a rendszeres Google Maps térképet és navigációt biztosít a vásárló számára a könnyebb tájékozódás véget. A kereskedőink felé kérésünk annyi, hogy az eddig reklámra és akciókra szánt összeget adja ezentúl ügyfelének. Az együttműködésünk eredményeképpen önkedves kereskedő azon felül, hogy meg tudja tartani minden eddigi ügyfelét, megnyeri a Ghostor teljes vásárlói körét új vásárlóként. Ingyenesen megjelenítheti weboldalát és kiküldheti ajánlatát mobiltelefonra, falús időben, a környezete minden applikációval rendelkező potenciális vásárlójának. És ne feledje! az önvásárlója bárhol költekezik, ezentúl ön is keres belőle. Amennyiben ön munkatársunk szeretne lenni, önnek a regisztrálást követően 14 napja van arra, hogy rendszerünket tanulmányozza. Ezt követően egy egyszeri aktiválási díj megfizetése után válik munkatársunká. Cégünk az ön számára hatékony munkavégzéséhez egy tablet pc biztosít, melynek átvételét követően 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy kipróbálja önmagát. Amennyiben 30 napon belül a munkatársi viszonyt fölmondja, és a tabletet sérülésmentes, eredeti állapotában visszahozza, indoklás nélkül visszakapja pénze száz százalékát. Az aktívvá válás pillanatában ön kap egy applikációt, ami ezer alkalommal megosztható, így az önkörnyezetének továbbadva ezer direkt vásárlót teremthet, amely mint pénzt termel az ön számára. Továbbá csak önnek van jogosultsága arra, hogy a lehendő kereskedelmi partnerek előtt cégünket képviselje és azokkal szerződést kössön. A kereskedők és szolgáltatók csatlakoztatásával ügyfelek ezrei lesznek az ön ügyfelei. QR kódjukat továbbadva újabb duplikáció indul meg, és ez mind az önvásárlója lesz. Az önáltal regisztrált kereskedő vagy szolgáltató, amennyiben vásárlóját megajándékozza egy GhostOR kártyával, havi szinten pénzt tesz annak zsebébe. Ha a vásárló havonta 30 ezer forintot elkölt bárhol a partner kereskedőink között, és azoknál a visszatérítés például átlagosan 10 akkor a mi kereskedőink ebből 180 forintot keresnek. Ez nem sok, de vegyük figyelembe, hogy 5000 ilyen lehetősége van. 5000 x 180 az komoly jövedelem kiegészítés, és a munkát csak egyszer kellett elvégezni, ajándékot adni. Ön a mi munkatársunkként eközben ugyanazt a jutalékot kapja meg, amit a kereskedő profitált. Kérdés, hány boltja lesz önnek? Az ön saját maga által kiosztott applikációk utáni jövedelme ebben a formában akár havi több százezer forint is lehet, illetve az ön kereskedői által generált vásárlók után a kereskedőkkel feles jövedelembe részesül. Csatlakozása esetén ön minden regisztrált munkatársa után 5000 forint költségtérítésben részesül, és annak minden kereskedői partnereiből generálódott jutaléka után 5% passzív jutalékra jogosult. Amikor önnek 10 munkatársa van, attól a pillanattól kezdve 10% jutalékra jogosult azok kereskedői partnereik után generálódott jutalékaik arányában. Amennyiben ön egy kereskedői partnert regisztrál, szintén 5000 forint költségtérítésre jogosult, továbbá a kereskedő partnernek az applikáció kiosztásából származó bevételének a 6 át ön is jogosult megkapni. Saját applikáció kiosztása esetén, mivel a vásárló regisztrálását ön személyesen végezte, így nem kell felezni a kereskedővel. Ebben az esetben az önjutaléka a visszatérítések 12 százaléka. Amit kínálunk az ön számára, azonnali jövedelem, passzív bevétel, kedvezmények, egzisztencia, nemzetközi utazások, pénzvisszafizetési garancia. Az életben sok más dologhoz hasonlóan ön itt is épp annyit kap, amennyit belead. Váljon ön is munkatársunká, és keressen pénzt velünk. Gósztor Magyarország!